úgy jött, hogy én nem láttam még ilyet, hanem hallottam róla. És az apukám mesélte, hogy van ilyen, és így beleette magát az agyamba. Úgyhogy semmi nem állított meg Olaszországig, ahol egy családtól tanultam meg a csinyát-binyát, amit azóta már rettenetesen átalakítottunk a kollégákkal, a lelkes kollégákkal. És pont tegnap néztem egy új kollégát, ahogy tanulja ezt a rózsakészítést, és hogy így teljesen így, mint a zenészeknek, tehát így átalakul az arcuk az embereknek, mert oda kell figyelni minden egyes darabra. Én nagyon szeretek rózsát kenni, de hogy elkészíteni egy pont ilyen fagylaltot anélkül, hogy ehhez ilyen segédanyagokat használnánk, ez aztán a rendkívül nagy kihívás. Olyan jó érzés az nekünk, mikor így elkészítjük, és így azt mondja a vendég, hogy hát én ezt nem akarom megenni, mert hogy olyan szép.